Eheti híradónban Kraus Pétert szólaltattuk meg, aki iskolai elvégzése után feleségével együtt került Dombovára még 1978-ban. Interjújában elárulta, meglepődött, amikor megkapta a Dombovár város elismerő díszjelvényét. Engem nagyon meglepett, mert nem voltam hozzászokva. Igazából ez az első olyan jellegű, amit kitüntetésnek lehet mondani. Itt nem beszélve a kiváló úttörőről, vagy a bármi hasonlóról. És meglepett, de végig gondolva, belegondolva jól esett. Sokan gratuláltak. Kraus Péter 1994-től 2010-ig önkormányzati képviselő is volt, két ciklusban humán alpogámesteri tisztséget is betöltött. 1977-től négy év megszakítással a helyi közoktatásban dolgozott nyugdíjba vonulásáig, mint napközis nevelő, gyógypedagógus, igazgatóhelyettes és végül igazgató ezért tanultam, ezért küzdöttem, hogy ide kerülhessek. Tulajdonképpen a kisegítőiskola nem szerepelt az álmaim között, de mikor ott kaptam lehetőséget, akkor utána nagyon hamar jelentkeztem a gyógypedői főiskolára, hogy megtanuljam azt, amit azokhoz a gyerekekhez kell tudni, és nem bántam, még én nagyon szerettem ezt a munkát. Kraus Péterrel készített részletesebb riportunkat jövő heti mozaik adásunkban láthatják.